És cserélni fog a Chelsea. Diego Costa készülődik, na ez nagyon érdekes, vajon kinek a helyére érkezik. Didier Drogba hagyja el a pályát. Nagyon érdekes körülmények között. Fél órát kapott csak ezen a mérkőzésen az Elefánt csontparti, akit így viszont külön megtapsolhat mindenki. És ölelkezhet mindenkivel, aki a pályán van. Hiszen, ahogy említettem, a mérkőzés előtt hivatalossá vált, hogy távozik a klubtól. Tökéletes módja ez az ünneplésnek. Na, mi következik? Nem hagyhatja csak úgy saját lábon a pályát. Óriási jelenet. Ott van mindenki. Drogba ezt nem akarja, de Cseh is ott van. Hát mi ez, ha nem tisztelet? Hány játékos mondhatja ezt el magáról, hogy így távozik egy csapattól? De hát ha valaki megérdemli ezt persze a Chelsea-nél, akkor az Didier Drogba. Óriási jelenet. Fantasztikus pillanatok. Abramovics is két lábon állva tapsolja meg talán a legjobb igazolását, amióta a Chelsea tulajdonosa. És akinek főszerepe volt már ugye az Abramovics éve első bajnoki címében is. Ő lőtte a gólt, amivel ugye megnyerte a Bajnokok Ligáját annak idején.